A tolnai emberek életének részévé vált a holtág, társadalmi, kulturális szempontból is jelentős. Berta Zoltán alpolgármester beszélt erről. A tolnai holtág, illetve a Tolna járásban lévő holtágrendszer Magyarország legnagyobb holtágrendszere. Számos gazdasági és társadalmi kapcsolata van az itt élőkkel. Korábban ugye ez a holtág, illetve fad melletti holtág is ugye élő vízi kapcsolat volt, pontosabban a Nagy-Dunamedre volt. Számos gazdasági előnnyel járt a települések életében, tehát úgy, mint a hajózás, a kereskedelem, a hajómalmok, a halászat, és ugye az 1800-as évek közepén kanyarok átvágásával ezek a mai holtágok lefűződtek, az élő-dunai kapcsolat megszűnt. De ettől továbbra is óriási hatása van a környékbeli emberek életére, gazdálkodásra, illetve a mindennapjainkra. Nem beszélve arról, hogy ez természeti érték is. Tehát, hogyha nem őrizzük meg, nem óvjuk meg, már pedig már most a mederfelvételnél is kaptuk azt az információt, hogy bizony vannak olyan szakaszai a holtágnak, amelyek a végórájában vannak, teljesen feliszapolódott, elláposodott, akkor gyakorlatilag pár évtized múlva nem beszélhetünk egy ilyen kiterjedt, egybefüggő holtágrendszerről. Most egy nagy lépés történt, a tolnai északi és a déli holtág tekintetében megindult a medernek a rehabilitációjára vonatkozó tervezési folyamat, a meder felvétellel, iszapfelméterrel, tehát iszapmélységméréssel, iszapösszetételméréssel, arra való tanulmányokkal, hogy majd egy mederkotrást azt miképpen lehet elvégezni, hova lehet az iszapot elhelyezni, miképpen kell az iszapot elhelyezni. Ez szavatolhatja azt ezeknek a munkálatoknak az elvégzése, hogy ez a holtág évtizedek múlva is az itt élőknek egy nagy értéke legyen. Abba visszagondolunk, hogy ezt a munkát mi 2016-ban kezdtük el itt Tolnaváros önkormányzatába, mikor egy intézkedési tervet fogadtunk el a holtágunk tekintetében. Ennek a vezéreleme az volt, hogy a természeti értékünket mentsük meg. Számos kapcsolódó döntést hozott a képviselőtestület, úgy, mint a víziállások létesítésére vonatkozóan, a hasznosítás lehetőségeire vonatkozóan végeztünk bakteriális iszapmentesítési kísérletet, ország világ elé tártuk gyakorlatilag a holtágunknak a helyzetét. Így léptünk előre, kerestük meg a Dunadráva Nemzeti Parkot, ugye mint a Natura 2000 területnek a kijelölt gondozóját. Aztán mentünk tovább, hogy ügyünket tudjuk képviselni, és eljutottunk odáig, hogy a Közép-Dunamenti Fejlesztési Ügynökség tanácsa is felkarolta, aminek az eredménye az, hogy most egy futó program van a tervezés tekintetében, és ahogy ön is említette, amikor az engedélyes tervek majd elkészülnek jövő év tavaszán, akkor, illetve már azt megelőzően a projektépítést lesz a feladatunk, hogy ehhez forrásokat tudjunk majd rendelni, forrásokat tudjunk szerezni, hogy ez a tervek ne csak a tervek maradjanak, hanem megvalósuljanak, és valóban tudjuk az itt élőknek biztosítani ezt a holtágat a következő évtizedekre. Azért ne felejtsük el, hogy óriási társadalmi és gazdasági hasznossága van. Korábban is mintegy 3000 hektár kiváló mezőgazdasági terület öntözése folyt a holtágunkból, tehát 80-as évekre gondolok. Tehát jövő tekintetében is egy kiemelt cél ugye ez a fajta hasznosítási lehetőség. Látjuk, tudjuk, milyen időjárási körülmények vannak, ezt az agrárágazat tudja nagyon jól, hogy ma már szinte az öntözés az egyik jövőbeni út, amivel ezeket a szélsőséges időjárási körülményeket kezelni lehet, de turisztikai szempontból, vízisport szempontjából is kiemelt, és nem utolsó sorban a természeti értékek védelme tekintetében, hiszen itt ártéri erdők is övezik a holtágunkat, ennek a növényi faunája, hal bősége is meghatározó a jelenben, és bízunk benne, hogy a jövőben is. Palotásnyi Kövári Terézia építőmérnök részletezte a holtággal kapcsolatos feladatokat, terveket. A KDMF fő, ez a Közép-Dunamenti Fejlesztési Ügynökség megbízásából, amelyet egy közbeszerzési eljárás előzött meg, aminek nyertesei a Meridian Kft. És a hozzá kapcsolódó két alvállalkozó cég volt. Az egyik a Vitakva Kft., a másik én jó magam a tervező részéről. Elnyerte azt a projektet, amelyben a tolnai északi és déli holtágak rekonstrukciója, rehabilitációja valósulna meg tervezési szinten, engedélyes tervek szintjén, amely az északi ágban, a déli ágban meder iszapkotrást tartalmaz majd, valamint a kikerülő iszapok
iszap mennyiség elhelyezését. Ehhez szükség van egy részletes geodéziai felmérésre, amelyet a Meridian Kft. Végez, és az iszap vastagság vizsgálatára és a minőségének laboratóriumi vizsgálatára, amelyet a Vitakva Kft. Végez Bajai székhelyen Lejhat Géza vezetésével. Ezt követően, amikor ezek a tervezés megalapozó felmérések elkészültek, van lehetőség az iszap mennyiségének meghatározására, és az iszap kihelyezéshez szükséges helyszínek kiválasztására, és azok geodéziai és talajmechanikai bemérésére. Ezen kívül a Tolnai Önkormányzat közreműködésével, mivel a holtág felületének nagy részén ő a tulajdonos, fog megvalósulni partvédelmi művek kiépítése, amelyek mögé is tervezünk iszap elhelyezést megvalósítani. Ez a facölöpös partvédő mű hasonló kialakítású lenne, mint ami már elkészült a Tolnai Szabadidőparkban. A projekt résztvevői kitartóan dolgoznak a holtág rendszerért, és fáradhatatlan lelkesedéssel végzik a rehabilitációval kapcsolatos feladatokat.